Reagálni szeretnénk Klaus Johannis román államelnök folyamatos magyar uszításaira, magyar ellenes uszításaira. A Mi Hazánk mozgalom elvárja a magyar kormánytól, hogy tiltsa ki Magyarország területéről Klaus Johannist, Románia államelnökét, ugyanúgy, mint ahogy Szlovákia annak idején 2009-ben Sólyom Lászlót, a magyar köztársaság akkori elnökét kitiltotta Szlovákia területéről, tehát Felvidékről. És a következő években a magyar külügyminisztérium azt a választ kapta akkor az Európai Bizottságtól, hogy ez teljesen jogszerű lépés volt. Tehát azt gondoljuk, hogy ezek után ez egyfajta iránymutatás volt a diplomaták, illetve az európai kormányok számára, és olyan szlovák ellenes uszítás sohasem hangzott el Magyarországon a magyar államelnökök részéről, mint amit Klaus Johannis az elmúlt napokban folyamatosan elkövetett Romániában, illetve Erdély szerte. Ezért tehát felszólítjuk a magyar kormányt arra, hogy haladéktalanul tiltsa ki az ország, tehát Magyarország területéről Klaus Johanniszt, így aztán Klaus Johannis a németországi barátaihoz mehet majd Ukrajnán keresztül. Én szeretném hangsúlyozni és csalódottságomnak hangot adni, amiatt, hogy a Ceausescu rezsimnek a 30, megbukásának a 30. évfordulóján mennyire döbbenetes az, hogy ilyen szélsőségesen soviniszta és magyar ellenes kijelentések hangozhatnak el még mind a mai napig a Kárpát-medencében, elsősorban Romániában. Szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy vészesen közeleg a trianoni békeszerződés 100. évfordulója, a világtörténelem legigazságtalanabb békeszerződésének a 100. évfordulója, a Mi Hazánk mozgalom pedig ennek apropóján egy törvénytervezetet nyújtott be még 2020. március 5-én, amely a parlament elé került. Az természetesen a Mi Hazánk mozgalom képviselői csoportja és a párttagságunk is megérti, hogy jelenleg a koronavírus járvány közepette egy rendkívüli állapot, veszélyhelyzet van érvényben, viszont mi mindannyian úgy gondoljuk, hogy Trianon 100. évfordulójára méltóképpen kell emlékeznünk mindannyiunknak, magyaroknak, és ennek az első lépése az, hogy az általunk benyújtott törvénytervezetet, amely hatályon kívül helyezi azt a jogilag, erkölcsileg és politikailag is már idejét múlt és megalapozatlan törvényt, az 1921. évi 33-as törvényt, amely mind a mai napig hatályban tartja a trianoni békeszerződést, és mind a mai napig olyan csúfos előírásokat tartalmaz, amely alapján például Sopron és jó néhány 9 egyéb magyar település, magyar falu még Ausztria részét képezné. Mi egyben, a Mi Hazánk mozgalom képviselői csoportjaként felszólítjuk az országgyűlést, hogy tűzze tárgysorozatba, vegye napirendre ezt a törvénytervezetet, és természetesen nem csak az a kérésünk és követelésünk, hogy tűzzék napirendre a törvénytervezetünket, hanem minden magyar politikusnak, minden országgyűlési képviselőnek kötelessége az, hogy támogassa ezt a törvénytervezetet, és közösen együtt helyezzük hatályon kívül az 1921. évi 33-as törvényt.